Több mint 10 000 éjjeli menedékhely és átmeneti szállással a hajléktalanok rendelkezésére országszerte. A nappali melegedőkben országosan több mint 7600 férőhelyet biztosítanak a szociális intézmények. A krízishelyzet november 1-től április 30-áig tart a hajléktalan ellátásban. Ilyenkor a szolgáltatók, a hajléktalanellátó intézmények próbálnak fokozottabban felkészülni a nagyobb igénybevételnek, ugyanis nyáron azért a hajléktalanok közül elég sokan kintöltik az utcán, vagy különböző olyan helyeken az idejüket, ahol nincs télen fűtésre lehetőség. Ilyenkor a hideg azért jobban behajtja őket. A bajai hajléktalan ellátásnál 4 féle szolgáltatást tudnak igénybe venni a rászorulók. Az átmeneti szálló 12 férőhelyes, amely folyamatosan teltházzal működik. A szállásnyújtó ellátások közé tartozik az éjjeli menedékhely, amely térítésmentes. Ennek kapui minden délután 4 órától reggel 8 óráig nyitva állnak a hajléktalanok számára. Ezt az ellátást az idei évben összesen 20 fő vette igénybe. Az épületben 30 férőhelyes nappali melegedőhely, illetve népkonyha is működik, ahol naponta dél és 1 óra között meleg étel várja a rászorulókat. Az intézmény az idén is több pályázatot nyújtott be a hajléktalanok megsegítésére. Az idei évben is pályáztunk a téli krízisellátásra, a hajléktalanokért közalapítvány által kiírt pályázatokon, és ezeken a pályázatokon az idei évben nyertünk, közel 320 000 forintot nyertünk egészségügyi ellátásra. Ebből az összegből gyógyszereket, kötszereket tudunk vásárolni a hajléktalanok számára, ismét akár csak az előző években 5 fő számára szemüveget tudunk készítetni. Ezen kívül tisztálkodó szereket, tisztító szereket tudunk vásárolni az intézménynek, illetve a hajléktalanok számára. Az intézmény eszköztára az idei évben új szárító, illetve mosógéppel gazdagodott. A dolgozók számára pedig 240 000 forintnyi összeget fordítanak szakmai továbbképzésekre. A menedékhely mellett pedig a téli időszakban az önkormányzat jótékonysági ételosztásokkal várja a rászorulókat legközelebb december 4-én.